Lengyelország kész ukrán pilótákat kiképezni az F-16-os vadászgépek használatára, jelentette ki Mateusz Maraviecki lengyel kormányfő pénteken Kijevben a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. Ha arról beszélünk, hogy készek vagyunk ukrán pilóták kiképzésére F-16-osokon, akkor igen, készek vagyunk ilyen gyakorlatot lefolytatni Lengyelországban, mondta a lengyel miniszterelnök. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy erről egy szélesebb koalíción belül kell megegyezni. Lengyelország készen áll ilyen gyakorlatok lebonyolítására. Nagyon fontos, hogy az ukrán égbolt végre biztonságban legyen, fűzte hozzá. Andrzej Duda, lengyel elnök szerdán kommentálta a vadászrepülőgépek Ukrajnába történő szállításának lehetőségét, és megjegyezte, hogy mindenek előtt szovjet gyártású MiG-29-es repülőgépekről lesz szó. Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter nemrég kifejezte meggyőződését, hogy Ukrajna vadászrepülőgépekkel való ellátásának kérdése megoldódik. Azt is mondta, hogy Ukrajna különösen érdeklődik az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vadászgépei iránt.